Szószátyár. Közéleti zenés magazinműsor közel egy órában. Jó napot kívánok, én Nagy Erzsébet vagyok, és ez itt a Szószátyár külön kiadása. Külön kiadás, hiszen meglepő vendégünk lesz, a Szószátyár eredeti műsorvezetője, Szűcs Balázs. Üdvözöllek! Szervusz, Erzs! Meglepődtél, amikor meghívtalak? Vagy hát meghívtalak, hát megbeszéltük, hogy akkor fordul a kocka. Hát az, hogy fordul a kocka, az annyira nem lepetnek, hiszen te szerkesztőként gyakorlatilag az első adás óta részt veszel ebbe a munkába. Sőt, hát beszélgettünk is arról, hogy már neked is próbálkoznod kéne, mint műsorvezető riporter. Azt nem gondoltam, hogy velem fogsz próbálkozni először. Nem félsz tőle, hogy ez egy másik helyzet? Akár kérdezhetek olyat, ami... Hát ez egy más dimenzió, mert hogy nem a megszokott székemen ülök. Ettől már rögtön furcsán érzem magam, de hát ha nem tud zavarba hozni. Hát azért most már másfél éve, hogy elkezdődött a Szószátyár, de előtte ugye voltak elődjei is annak a műsornak. Hogy jött az ötlet, hogy akkor Szószátyár néven indíts egy ilyen műsort, te vagy a műsorvezető? Kezdetekről mesélj egy kicsit nekünk. Tulajdonképpen ugye én, mint a Trimedio csoport egyik vezetője, illetve a mi cégcsoportunk, a Trimedio csoport már jó néhány évvel ezelőtt elkezdett egyfajta együttműködést a Kontakt Rádióval. Ennek nagyon lényeges eleme volt az, hogy csináltunk különböző egyórás műsorokat. Ezek elsősorban az induláskor még az általunk kiadott lapok, az általunk kiadott print kiadványok tartalmára voltak kihegyezve, az abban szereplőket hívtuk meg vendégként, és hát újságíró kollégáim váltva töltötték be a műsorvezetői szerepet. Én ugye mindig elkísértem őket, mert egyrészt nekem tetszett mindig ez a rádiózás, hogy messziről, meg olyan érdekesnek tűnt, meg jók voltak az interjú alanyok, meg úgy mindig ott lebzseltem, bár nem kellett volna. És egyszer aztán úgy hozta a sors meg az élet, hogy megszerveztük a rádióadást, viszont egyik kollega se tudott eljönni, talán betegségben, nem tudom milyen okok miatt, és hát én nagy bátran mondhatni a buták vakmerőségével azt mondtam, hát annyit láttam, majd én ezt így kipróbálom. Biztos el tudok én is beszélgetni. Talán pont olyan interjú alany is volt, akit ismertem már korábbról, és nagy bátran belevágtam. És hát nekem nagyon megtetszett ez a történet, és akkor gondoltam, hogy egy picit megújítva a műsort, egy ilyen mondjuk úgy önálló műsorként elindítom ezt a Szószátyárt. Miért Szószátyár? Miért Szószátyár? Igen, ez nagyon a sokat kérdés. Nagyon sokat tudok beszélni, tehát tulajdonképpen nekem azért sikerült néhányszor arra az állapotra se jutnom, hogy az interjú alanyt elnyomva jóval többet beszéltem, mint ő. Emlékszel az első felvételre? Volt izgalom benned, gondolom, akár az első interjú alanyra? Emlékszel, ki volt? Hát szégyen szemre most nem nehezen idézném föl, hogy ki volt az első, de hát az elsők között voltak azért nagyon sokan, a Fodor Zsókától kezdve a Zalatnai Cini, Siel Feri, Henna. Nyilván először próbáltam azért úgy válogatni, akit egyébként ismertem már korábbról, hiszen egy kvázi idegen ember előtt, aki valószínűleg művész, tehát többet szerepelt a médiában, mint én, nagyobb zavarba jöttem volna. De hát azóta tényleg most már nem is tudom hányadik adást vesszük föl, úgyhogy hogy talán már egy picit leküzdöttem ezt a fajta lámpalázamat. És milyenek voltak az első visszajelzések ismerősöktől, családtagoktól, hogy jó voltál, vagy... Nem, hát figyelj, az ismerősök, családtagok azok általában udvariasak voltak, tehát ők azért nem szittak nagyon, inkább amikor én visszahallgattam az adásokat, ott éreztem azt, amit egyébként mai napig is érzek, tehát azért én amatőr vagyok, ezt nem szabad elfelejteni, nem tanultam, nem, még azt sem mondhatom, hogy igazából mástól eleshettem volna ezt az egész történetet, hogy hebegtem, habogtam, rosszul tettem föl a kérdést, vagy úgy kérdeztem, hogy nehezen tudtak rá válaszolni, de egyébként ez azt gondolom, hogy mai napig is így van, tehát egy picit talán már határozottabbá váltam, de hát nyilván vannak hibák. Hogyan készülsz egy adásra otthon? Hát egy adás általában te készülsz. Is, tehát neked is van benne. Nyilván úgy működik ez a történet, hallgatók azért valószínűleg ezt nem tudják, hogy ma is ugye több adást veszünk föl, felvétel után, mikor távozunk a rádióból, akkor elkezdjük megbeszélni a következő havi felvételeknek a tervezett vendégeit. Ezek után ugye te, mint szerkesztő, felveszed velük a kapcsolatot, megpróbálsz időpontokat egyeztetni, illetve akinek megfelel az időpont,
és szívesen eljön hozzánk beszélgetni, azokat csinálsz egy úgynevezett előinterjút, illetve hát emellé azért nyilván olyan adatokat, tudnivalókat bányászol össze, ma már javarészt az internetről, amit nem árt, ha tud az ember egy beszélgetés előtt. Ezeket én átolvasom, felkészülök belőlük, amennyire tudok, és akkor ezek mint sarokpontok jelennek meg a beszélgetésbe, de hozzáteszem, hogy azért ez a beszélgetés kanyarok hol erre, hol arra, tehát ezek inkább csak ilyen kis kiindulások, vagy indító témák. Uh-huh. Értem, szóval, hogy igazából csak utána olvasol, amit jó magam összeszedek, de gondolom azért sok magad is azért utána nézel otthon, hogyha olyan van, amit mondjuk érdekel téged, de mondjuk én nem kérdeztem rá. Nyilván egyrészt utána részek, másrészt ugye azért itt a Trimedio csoporttal a média világában dolgozunk, tehát ugye lapokat adunk ki, televízióműsor gyártunk, zenei kiadványokat adunk és forgalmazunk, tehát van egyfajta kapcsolat is ezzel a közeggel, illetve hát azért nagyon sok vendégem ilyen-olyan módon már érintett volt, akár a labba írtunk róla, akár televíziós műsorban föllépett nálunk, akár lemezét adtuk ki, tehát valamilyen fajta kötődés már volt, ezáltal azért valamilyen rálátásom az ő életére, pályafutására van. Most persze van, akinek semmilyen nincs, ott azért megpróbálok a te általad készített anyagokon túl is egy picit ebben foglalkozni. Mm-hmm. Ugye a Kontakt Rádió maga egyházi témákkal foglalkozik, te pedig egy közéleti magazin műsort álmodtál meg. Nem féltél ettől, hogy hogy fogják a hallgatók ezt fogadni? Én azt gondolom, hogy ezek emberi sorsok, de sors az egy picit nekem tragikus. Ezek emberi életek, amikről mi itt beszélgettünk, hiszen minden művészben, művész mögött van egy emberi élet is, és lehet, hogy itt amit mi megtudunk, amit mi megismerünk, az azért érdekes lett azok számára, és akik egyébként mondjuk egy bulvármédiát nem olvasnak, vagy egy egyéb csak felszínes dolgokkal foglalkozó műsort nem hallgatnának meg. Azért itt néha próbálunk egy picit mélyebbre nyúlni. Uh-huh. Szóval akkor úgy konkrétan nem féltél. Hát azért nagyon megugrott egyik hónapról a másikra a hallgatottságunk. Tisztában vagy vele, hogy például a legnagyobb közösségi portálon mennyi most a lájkunk száma, lájkaink száma? Hát ez nagyon érdekes, mert ugye van maga a közösségi portálon, van egy Szószátjár nevezetű lap, ahova föltesszük nyilván azokat a fotókat, amit az itteni vendégeinkkel készítünk, föltesszünk egy-két részletet a rádióadásokból. Itt én azt mondom, hogy ez nem megugróan sok a like száma, viszont amin meglepődtem, hogy ezek a rádióadások, ezek később ugye már a rádiójátszás után egy szerkesztett változatban felkerülnek a YouTube-ra. És ott megdöbbentően magas letöltés számok vannak, tehát ahhoz képest, amit ettől az egésztől én vártam a legelején. Illetve én azt gondolom, ahogy egyre több és több vendég érkezik hozzánk, és nyilván ezek a vendégek akár ajánlják ezeket a rádióadásokat a saját körüknek, a saját baráti körüknek, ismerőségünk, egyre többen és többen hallgatják, ezt töltik le az adásainkat. Értem. Rendben, akkor most menjünk el egy kicsit zenélni, ahogy te szoktad mondani. Hallgassunk meg egy pörgős nótát, és utána visszatérünk a Szószátjár külön kiadásával. Halljuk!
a szépség hívogat, a sziget szeretetből, türelemből, a szívünkből száll. Hajnali hat óra, épp most csörög a vekkel, indulnom kell a városon át, a hegyeken túl, van egy hely a szíveden át, vezet az út. Mire vágysz még, mire vágysz még, csak egy perc még szívem újzna katol. Nagy a tenger, sok az átony, de csak egy hajó viszel, hova kell. Üde napfény, üde kékség, csupa szépség hívogat, a sziget szeretetből, türelemből, a szívünkből száll. A villamos úgy zakatol, a város szíve a tagja, s mindenki dalol, a hegyeken át zúg a folyó, s enyeli a szélet zaját. Mire vágysz még, mire vágysz még, csak egy perc még szívem úgy zakatol. Nagy a tenger, sok az átony, de csak egy hajó viszel, hova kell. Üde napfény, üde kékség, csupa szépség hívogat, a sziget szeretetből, türelemből, a szívünkből száll. Este kigyúlnak a fények, vörösen ízzik az ég, éjjel itt csend, csak a szél zeng, s hajnalban felveri az útporát. Mire vágysz még, mire vágysz még, csak egy perc még szívem új zakatol. Nagy a tenger, sok az átony, de csak egy hajó viszel, hova kell. Üde napfény, üde kékség, csupa szépség hívogat, a sziget szeretetből, türelemből, a szívünkből száll. Mire vágysz még, mire vágysz még, csak egy perc még szívem új zakatol. Nagy a tenger, sok az átony, de csak egy hajó viszel, hova kell. Üde napfény, üde kékség, csupa szépség hívogat, a sziget szeretetből, türelemből, a szívünkből száll. Hívogat a sziget. Üdvözlöm a hallgatókat, itt a Szószátjár külön kiadása, vendégem pedig Szűcs Balázs. Tudod, hogy miért hívtalak meg téged? Van elképzelésed, hogy mi az oka? Persze. Hogy miért találtam én ezt ki? Persze. Na, ha már nyugdíjba megy, akkor át tud venni tőlem a műsort. Nem. Képzeld el, hogy a Facebookon rengeteg üzenetet kaptunk azzal kapcsolatban, igazából kérdéseket tettek fel veled kapcsolatban, és minden jobban megszerettek volna ismerni téged, és hát hozzád is intézték a kérdéseket, hozzánk is, szerkesztőkhöz, és úgy gondoltuk, hogy akkor hát ismertessünk meg téged a nagy közönséggel. Hát gondolom. Akkor rajta. Mesélj a civil életedről, hiszen nem vagy, mesélted, hogy ez egy hobbi, civilben nem riporter, vagy nem is. A rádiós életemről már ejtettem pár szót, illetve arról is, hogy azért alapvetően a médiában dolgozom, és úgy keveredtem ide. Ahogy korábban is mondtam, a korábbi részben is, ugye a Trimedio csoport, ami kis cégcsoportunk. Ez a cégcsoport, ez foglalkozik lapkiadványok kiadásával, ugye 7 különböző magazinnal vagyunk jelen az utcán. Televíziós műsorokat gyártunk, Dallamokon át címelnek, Siel Feri a házigazdája, illetve zenei CD kiadásokkal is foglalatoskodunk. Tehát alapvetően azért három fontos részt ölelünk föl a médiából. Nyilván ennek köszönhetően persze viszonylag nagy az ismeretsége, a kapcsolati kör ebbe a szegmensbe is, úgyhogy én egyébként ezzel foglalatoskodom a cégcsoportomban is, a lapkiadási részt, tehát a lapkiadónak vagyok a vezetője. Aztán hobbiból meg néha rádiót, műsort is vezetgetek. Volt olyan interjú alanyod, akire teljesen másképp számítottál, pozitív, illetve negatív benyomásaid voltak-e ezzel kapcsolatban? Híres emberekkel találkozol, olyanokkal is, akikkel eddig nem. Láttad őket televízióban, hallottad őket rádióban, teljesen másképp képzelted el, és itt a beszélgetések során teljesen más arcát mutatta. Én azt gondolom, hogy szinte mindenki más arcát mutatta. Tehát amit a képernyőről átjön, az vagy egy szerep ugye a színészeknél, tehát akár egy a saját jellemével teljesen ellentétes karakter, vagy esetleg a zenészek, tehát hiszen színész-zenész a legtöbb, aki az én vendégem. Ott azért inkább a szerzeményekre figyelünk, nem pedig magára az egyéniségre. Tehát én azt mondom, hogy mindenki egy kicsit kellemes csalódást okozott nekem.
illetve hát okoztak nehéz pillanatokat is. Tehát volt egy nagyon kedves vendégem, akit egyébként ismertem korábban, és a humorműfaj egy nagyon jeles képviselője, akivel elkezdtünk beszélgetni, csak éppen nem válaszolt. Tehát feltettem a kérdést, és mondta, hogy igen. Aztán mondta, hogy nem, meg az, hogy talán. És akkor még mindig csak egy perc telt el az adásidőből, és akkor éreztem, hogy itt most nagyon nagy baj lesz. Aztán nagyon szerencsésre el tudtam jutni egy olyan témához, illetve abba az irányba tudtam kérdezni, hogy megnyílt a vendégem, és onnantól gyönyörűen gördült az adás. Tehát nekem azért, mint amatőr műsorvezetőnek, ezek nagyon nehéz pillanatok. Aztán volt olyan interjú alanyom, akinek gyakorlatilag az első kérdést kellett föltennem, és soha többet egyet se, mert gyönyörű, hosszú-hosszú mondatokban, egyébként nagyon érdekesen, de mesélt magáról, mesélt az életéről, mesélt szinte mindenről. Tehát ott könnyű dolgom volt, hátradőltem és hallgattam a történeteket. És most, hogy benne vagy azért már ebben a riportkészítésben, interjúzásban, még mindig nem vonz, hogy akár újságcikkeket is, vagy másfajta riportokat is készítsél? Nem vagyok tanult ebben a történetben hát is. Ma már? De én azt gondolom, hogy ezt érzi az alany is. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy lelkes amatőr vagyok, nem több ennél. Meg én igazából arról szeretek beszélgetni a vendégeimmel, vagy az alanyokkal, ami engem érdekel. Tehát én nem egy jól felépített riportot készítek, mint esetleg tanult riporterek, műsorvezetők, hanem én egyszerűen beszélgetek. Ülünk, és fölteszem az engem érdeklő kérdéseket, és általában megkapom rá a válaszokat is. Visszahallgatod magad otthon? Vissza most már ritkábban, meg bele szoktam hallgatni egyébként az adásokba, főleg olyan adásban, mikor úgy érzem, hogy esetleg nem sikerült úgy, vagy sokat bakiztam, vagy valamiért azt mondom, hogy ezt érdemes visszahallgatni. Nem jellemző, hogy a műsor első percétől az utolsóig végighallgatom, de néha előfordul. Szoktad tartani a kapcsolatot a rajongókkal, akár a közösségi médián keresztül, vagy keresnek meg téged személyesen? Én azt gondolom, hogy nekem nincsenek rajongóim. Nyilván vannak a műsornak kedvelői, de alapvetően a rajongás az inkább az én vendégeimnek szól, hiszen olyan vendégek is megjelennek, hál' Isten nálunk, akik máshol nem nyilatkoznak, vagy keveset szerepelnek, vagy más témákba szólaltatják meg őket. Nálunk azért megjelennek inkább. Én azt gondolom, hogy ez a fajta rajongás a műsornak is nekik szól, nem pedig nekem. Uh-huh. És azért lehet ez a sikere ennek a műsornak, hiszen nem bulvár témákban, nem a magánéletükben kotorászol gyakorlatilag. Jól látom ezt? Én azt gondolom, hogy szót ejtünk a magánéletről, hiszen az is része egy embernek, és egy fontos része, de nem mocskos módon. Tehát nem arról beszélünk, hogy ki volt a szeretőd akkor, ki most a szeretőd. Tehát egyszerűen annyit mond el a vendég, amennyit ő ebből közölni szeretne, vagy ha nem szeretne, akkor természetesen ezt tiszteletbe tartom. Szoktak megkeresni a műsornak a hallgatói téged azzal kapcsolatban, hogy esetleg ki lesz a következő vendég, egy kis kulisszatitok? Ez is szokt őket érdekelni, de alapvetően, ami nagyon érdekes, hogy beajánlanak vendégeket. Tehát mindenkinek nyilván van egy kedvence, egy tárgya rajongásának, és rendszeresen kapok ilyen már névsorszerű listákat, hogy akkor ezt kéne meghívni, azt kéne meghívni, amazt kéne meghívni. Nyilván van, aki lehetetlen, tehát van, akit nem tudunk meghívni, de amennyire módunkban áll, megpróbáljuk ezeket a kéréseket teljesíteni. És van olyan, hogy beajánl valaki valakit, és te azt mondod, hogy nem, te ezzel vele nem szeretnél beszélni valamilyen oknál fogva? Én azt gondolom, hogy még eddig nem fordult elő, tehát nem hiszem, hogy ne volna olyan vendég, akivel nem tudnék bármiről elbeszélgetni, ami esetleg a hallgatóknak is érdekes lehetne. Tehát talán emlékszel a lájkoló versenyt, mikor hirdettük, néhány hónappal, most már jó néhány hónappal ezelőtt, akkor egy kicsit mindenki úgy volt, hogy hát fölajánlottunk egy riport lehetőséget a 500. lájkolóknak, és műsorindulásakor. És hát azért ez egy ilyen nagy lutri volt, mert hát ki tudja éppen ki lesz az 500., ki tudja éppen mennyire lesz rádióképes, és én azt gondolom, hogy egyébként az is egy nagyon jó kis beszélgetés lesz. Tehát
úgy, hogy a fiatalember, aki itt volt, ő is kvázi amatőrként ült le ide a székbe, de mégis elbeszélgettünk sok mindenről. Lemezkiadással is foglalkozol, hogy ezt megemlítetted, rengeteg mulatós zenét adsz ki, illetve nem mulatósokkal is foglalkozol. Felmerül azért a kérdés bennem, hogy te milyen zenét szeretsz akkor? Milyen zenét hallgatsz? Abszolút mindenevő vagyok. Abszolút mindenevő vagyok, illetve hangulatfüggő is ez a történet nálam. Tehát nyilván kiadóként alapvetően azért gazdasági szempontok alapján kell mérlegelnem, hogy ki az, akit megvesznek. Innentől kezdve a palettánk nagyon széles, tehát tényleg, ahogy te is mondtad, mulatos, a pop, a táncdalos, a rock, a komoly zene, minden rákerül. Zenében én például, ha egy hosszabb autóútra indulok, tehát 2-3 órás autózás, akkor nagyon szeretem a komoly zenét. Kocsiba hallgatom. Ha nyilván bulizni megyek este valahova, akkor tökéletesebb belefér akár még egy mulatos kategória is, tehát nekem ebben a világon semmi bajom nincsen. Tehát igazából teljesen mindenevő vagyok. Uh-huh. Igazából talán ami egy kicsit tőlem távol áll, az a techno. De hát az már gondolom, hogy az életkoromnál fogva is lehet. Értem. Ha már így a zenéről beszéltünk, akkor menjünk el most zenélni, aztán visszatérünk Szűcs Balázsral. Ez az élet mézides, veled szép az élet, nekem nem kell soha senki más. Édes, édes, így, ez az élet mézides, veled szép az élet, és már nem kell soha senki más. Édes, édes, édes élet, ez az élet mézides, veled szép az élet, nekem nem kell soha senki más. Édes, édes, ez az élet mézides, veled szép az élet, és már nem kell soha senki más. Nálad megtaláltam szívem vágyát, kedvesen, az a láng fellobban, tizelángol én bennem, tiéd az én szívem, neked adtam én azt már, fogjuk együtt édes életünk hát. Édes, édes, édes élet, ez az élet mézides, veled szép az élet, nekem nem kell soha senki más. Édes, édes, így, ez az élet mézides, veled szép az élet, és már nem kell soha senki más. Nem járok el csavarogni, soha diszkóba csajozni, este, hogyha hazamegyek, vár az asszony. Mink az élet, vidáman élek, sosem cserélek, én boldog vagyok veled. Soha nem adnálak másnak téged, mert szeretlek én nagyon, és ezt te is érzed. Nekem nem elég sohasem belőled, boldog vagyok én, hogy nagyon veled. Nálad megtaláltam szívem vágyát, kedvesen, az a láng fellobban, tizelángol én bennem, tiéd az én szívem, neked adtam én azt már, fogjuk együtt édes életünk hát. Édes, édes, édes élet, ez az élet mézides, veled szép az élet, nekem nem kell soha senki más. Édes, édes, így, ez az élet mézides, veled szép az élet, és már nem kell soha senki más. Édes, édes, édes élet, ez az élet mézides, veled szép az élet, nekem nem kell soha senki más. Édes, édes, így, ez az élet mézides, veled szép az élet, és már nem kell soha senki más. Édes, édes, édes élet, ez az élet mézides, veled szép az élet, nekem nem kell
és már nem kell soha senki más. Ahol ő van, ott vidámság terem, messze űzi a szomorú perceket. Gyere, gyere, gyere is énekelj! Boldogság, addig amíg a zene szól, bulizzunk hajnalig, mert fulladni jó. Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szín, itt ma nem számít a pénz. Boldogság, addig amíg a zene szól, bulizzunk hajnalig, mert fulladni jó. Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szín, itt ma nem számít a pénz. Henna, henna, énekelj! Henna, henna, énekelj! Henna, henna, gyere is énekelj! Gyere, gyere! Ferri, ferri, énekelj! Ferri, ferri, énekelj! Ferri, ferri, gyere is énekelj! Ahol ő van, ott vidámság terem, szomorú perceket. Egy zenész szív, aki csak neked énekel. Ő korona nélkül is király lehet. Gyere, gyere, Ferri, Ferri, énekelj! Ferri, Ferri, énekelj! Gyere, gyere, gyere is énekelj! Boldogság, addig van még a zene szól, bulizzunk hajnalig, mert fulladni jó. Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szín, itt ma nem számít a pénz. Boldogság, addig van még a zene szól, bulizzunk hajnalig, mert fulladni jó. Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szín, itt ma nem számít a pénz. Henna, henna, énekelj! Henna, henna, énekelj! Henna, henna, gyere is énekelj! Gyere, gyere! Ferri, ferri, énekelj! Ferri, ferri, énekelj! Ferri, ferri, gyere is énekelj! Gyere, gyere, henna! Gyere, gyere, henna! Gyere, 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 henna! Bulizzunk hajnalig, mert fulladni jó. Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szív, itt ma nem számít a pénz. Boldogság, addig van még a zene szól. Bulizzunk hajnalig, mert fulladni jó. Mindegy, hogy fekete vagy fehér a szív, itt ma nem számít a pénz. Ez itt a Szószátjár, én Nagy Erzsébet vagyok, külön kiadással jelentkezünk, Szűcs Balázs a vendégünk, a Szószátjár eredeti műsorvezetője. Köszöntelek ismét, az előbb ugye a lemezekről, illetve a zenéről beszélgettünk, hogy milyen típusú zenéket szeretsz, mindenevő vagy. Mesélj egy kicsit a magánéletedről, nem nagyon szeretnék benne turkálni, de mégis mesélj magadról. Van gyermeked például? Ó, több is. Na, mesélj. De hát nyilván az én gyermekém nem túl kicsik, tehát a lányom az már 23 éves, ő egyébként teljesen távol van a médiától, egy ilyen idegenforgalom és turisztika és vendéglátás szakon gyakorlatilag most diplomázott néhány hetet, tehát ő teljesen más irány. Velem ellentétes módon őt nem is érdekli ez az egész. Tehát én nyilván, mikor már egy nagyobb acska lett, akkor próbáltam egy kicsit bevonni, hogy hát ha, de abszolút. Tehát ő nem szeret se szerepelni, se, teljesen elzárkozik ettől a történettől. Ő csak saját szakmában, viszont ott azért elég ügyes és elég jól mennek a dolgai. Tehát ő nem egy média fan, van egy nagy fiam is, ő még azért annyira nem nagy, ő 15 éves, ami egyébként nagyon érdekes, hogy ő elsős gimnazista, és ő már az iskola rádiót csinálja.
Na. De úgy, hogy ez gyakorlatilag teljesen független volt tőlem. Egyszer valahogy úgy alakult ki a helyzet, hogy jött egyik nap haza, és mondta, hogy apu, én elvállaltam, és akkor ő ott műsort vezet, meg szerkeszt, meg... Szoktál neki segíteni otthon? Hogy... Nem, mondta, hogy ne szóljak bele, mert én például azt sem tudtam még elérni, mondtam neki, hogy gyere egyszer be, nézd meg, hogy apu, hogy nyomja, de mondta, hogy nem ő. Hát, most nyilván, a tinédzser korait éli. Nyilván egy más generációról beszélünk. Hát a feleségemet meg te is ismered. Ő ugye az általunk kiadott lapoknak, több lapnak is a főszerkesztő, úgyhogy ő vastagon benne van ebbe a bizniszbe. Tulajdonképpen hirtelen ennyi. Tehát van mellette kutya, meg öreg autó, meg minden, ahogy a filmekben is lenni szokott. Mondtad, hogy itt a lányod ugye a vendéglátásban dolgozik, ugye kevesen tudják, de én az, hogy beavatott vagyok. Te is dolgoztál a vendéglátóiparban. Milyen évek voltak azok? Jó évek voltak, nagyon fiatal voltam. Igen, nekem felszolgáló a szakmám. Tehát ez egy ilyen elég nagy kanyarnak tűnik, tudom most, de igazából hát most már egy jó 21-néhány éve elkanyarodtam ebből a történetből. Hogy adódottam, hogy bocsánat, hogy beleszólok. Hát, hogy vendéglátás, egyszer csak hopp, média. Nem, hát ez nagyon-nagyon hosszú út. Szerintem erre nincs is időnk, hogy elmessünk, de a fő pontokat elmondom. Alapvetően 90-es évek legelején dolgoztam utoljára felszolgálóként, ugye rendszerváltás után a nagy lehetőség, mindenki vállalkozást indított. Én is elmentem ebbe az irányba, tehát felszolgálóként elég jól kerestem, volt egy kis porolt pénzem, és elkezdtem vállalkozóvá válni. És hát ott azért elég nagy kanyarokat írtam le, tehát gyakorlatilag egy kis édességbolttal indultam, aztán később átkeveredtem az építőiparba, és tulajdonképpen az egész médiavilág ez 2004 körül indult el nálam. Még, mint építőiparos, egy barátom segítséget kért egy lemez megjelentetéséhez, pénzügyi segítséget, és hát én tudtam neki ebben segíteni, tudtam neki támogatókat szerezni, és akkor voltam először vele egy ilyen zenei stúdióban, és marhára megtetszett az egész történet, hogy milyen klasszat énekelnek, a Mari Zsuzsi lemezét készítette el, és megjelent a lemez, és hát akkor jött a kérdés, hogy hát oké, de promotálni kéne, meg hirdetni kéne. És akkor ebbe is próbáltam segíteni, úgy élveztem ezt a milliót, elmentem különböző újságokhoz, ahol hát nyilván pénzt kértek a felületekért, hogy hirdethessük. Aztán még egy újság, és rájöttem, hogy ez nem egy olcsó történet ez, de mondom, hát lehet, hogy kéne csinálni saját újságot, jobban járnánk. És tulajdonképpen itt párhuzamosan a zenei kiadással indulva, illetve az első újság létrehozásával kezdett épülni ez a fajta médiás tevékenységem. Hát ma már gyakorlatilag 7 újságon vagyunk túl, vagy hát nem, hogy túl vagyunk, 7 újsággal vagyunk a piacon, illetve hát zenei CD-kben szerintem lassan a 100. zenei CD kiadásánál járunk, mert hát ez a csapatunk az elmúlt 10 év alatt. Hova tovább ezek után? Televíziós műsorgyártás, rádiózás, újságok? Én azt gondolom, hogy ezek a tevékenységek alapvetően kiegészítik egymást. Tehát nyilván ma azért egy olyan gazdasági helyzet van ebben az országban, hogy annak kell örülnünk, ha ami megvan, azt tudjuk stabilan működtetni. Én nem tudom, hogy mi a fejlődés iránya. Persze azt mondom, hogy fejlődni mindig lehet, meg fejlődni kell is, de egyelőre, amit most látok, és ami felé megy a cég, illetve a cégcsoport, az online. Tehát egyre erősebb, akár most zenei kiadványok területén is nagyon kicsi már a fizikai CD értékesítés, és egyre nagyobb az online, hogy letöltések, különböző ilyen-olyan letöltő oldalakról. A mai fiatal az már nem vesz semmit, okostelefonja van, rábugrik a megfelelő oldal, és úgy veszi meg a zenét magának. Tehát ez biztos, hogy a fejlődés egyik iránya ez. Aztán a többit majd meglátjuk. Meséltél, vagy hát szóval említetted, hogy öreg autók, hogy szereted őket, veterán autókat, ugye? Van is? Igen. Igen, tehát ez egy régi nagy szerelem, és egy olyan veterán autóm van, ami mikor én megszerettem gyerekkoromban, akkor még nem volt veterán. Tehát az én nagyszüleim fönn a Budai Várba éltek, és mikor kis gyerek voltam, akkor nagyon sokszor jöttünk, mentünk, ott volt a Hilton szálloda. Akkor szinte az egyetlen olyan szálloda, ahol nyugati vendégek jártak, és hát ott mindig álltak ilyen gyönyörű szép kabrió Mercedesek, ez a
börtetes Mercedesek, nagyon-nagyon tetszettek, de akkor hát ez a 70-es évekről beszélünk, akkor ezek új autók voltak. És mindig álmodoztam, hogy lesz egyszer ilyen. Aztán mire lett egy ilyen, addigra ezek már veterán autóvá váltak, úgyhogy innen a szeretet. De hát alapvetően ezeket a 60-as, 70-es évekbeli kocsi típusokat nagyon kedvelem. Akkor nem véletlen, hogy a Veterán Garázs magazin is megjelent a piacon. Hogyne, hát ez egy kicsit ilyen személyes és önző döntés volt, de azt kell mondjam egyébként, hogy megszerették az olvasók, megtalálta a helyét a palettán. Hogy látod magadat 10 év múlva? Mik a jó öregen? Képet? Öregen, hát olyan gondolom, de azon kívül... Hát igazából azt gondolom, hogy akkor már boldog nagypapa korba leszek, és valószínűleg a kis unokáimmal fogok valamilyen játszótéren szórakozni, esetleg tanítom őket hintázni, vagy ilyesmi. De azt gondolom, és hát ezt nyilván remélem is, hogy sok minden a mai életemhez képest nem fog változni. Uh-huh. Szeretnél akár életed végéig is a média berkeiben maradni? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, ami nekem most tetszik. Mi vonz ennyire benne? Figyelj, azért a média eléggé kacskaringó, lejtőkkel. Nehéz választ adni. Talán az, hogy ez nem egy egyhangú, monoton történet. Tehát itt mindig új kihívások vannak, új megoldások keresése van. Tehát itt egyik nap sosem olyan, mint a másik, egyik hétfő nem olyan, mint az egy héttel ezelőtti, mert mindig más a feladat, más, amit meg kell oldanod. Egy kicsit egy kalandos ez az egész, tehát ez tetszik. Jó, hogy olyan dolgot csinálhatsz, amit szeretsz, amit szenvedéllyel tudsz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, tehát sok olyan embert ismerek, aki független attól, hogy jól keres vele, vagy jól él belőle, de nem azt csinálja, amit szereti. Én azt gondolom, hogy ebben szerencsésnek mondhatom magam. Elfogyott az műsoridőnk, de remélem, hogy egyszer még beszélgethetünk újra itt a mikrofonok. Feltétlen. Én látom már magam előtt az utódom. 10 év múlva. 10 év múlva. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Most még az utoljára zenéljünk egyet, és hát köszönöm szépen, hogy helyet cserélhettünk. Köszönöm a lehetőséget. Én is a lehetőséget. Viszontlátásra. Ez csak egy dal. Csak egy dal. Ez csak egy ízlés. Ez csak egy dal, ami rólad szól. Ez csak egy csak te vagy, ez csak egy érzés, itt mélyen legbelül, mert az életem nélküled oly keserű. Én soha nem félek, mert tudom, hogy örökre itt leszel. Vigyázol rá, félted a lelkemet, amikor valami bánt és élni se jó, akkor te megteszed, feletteted a rosszat velem. Ez csak egy dal, ami rólad szól. Ez csak egy dal, ami csak te vagy. Csak egy érzés, itt mélyen legbelül, mert az életem nélküled oly keserű. Én soha nem kérek, mert tudom, hogy megkapok mindent, tele a lelkem és tele a szívem. Amikor szomorú arcom, de nem látja senki, csak te érzed. Itt vagy velem, és csak nekem. Ez csak egy dal, ami rólad szól. Ez csak egy dal, ami csak te vagy. Ez csak egy
éjjelek belül, mert az életem nélküled oly keserű. Mert az életem nélküled oly keserű. Emlékezz rám, álltam sok színpadon, s te ott vártál rám. Lelkemben ott hallom a tapsod, Istán. Emlékezz rám, emlékezz rám. Esténként éjszakán üres órán dalom szállt lelkedhez is, ott maradtán. Emlékezz rám, órákig hallgattál igézve, mert csak neked szólt a dal és a szó. Ábrándok csillagok az égen, együtt álmodni volt jó. Ó, de most már újak sorban tűnnek fel, az életnek rendje változni kell. Emlékezz rám, lemezem hallgatva most feltámadtál, és újra él emléked, meghallod már lelkem dalát. Órákig hallgattál igézve, mert csak neked szólt a dal és a szó. De most már újabb hangot hallgatod, új arcot látsz, most már ugyanott. Emlékezz rám, lemezem hallgatva most feltámadtál, és újra él emléked, meghallottál lelkem szólt a dal és a szó. Ó, de most már újak jönnek sorban fel, az életnek rendje változni kell. Emlékszel rám, lemezem hallgatva most feltámad, újra él emléked, meghallod már lelkem dalát. Önök a Szószátjár című műsorunkat hallották. A mai adás elkészítésében közreműködtek Szűcs Balázs, Nagy Erzsébet Tímea, Fülöp Alexandra és Padi Géza. Reklám következik. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra
a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhes is. Recept és rejtvény. Főzzön, vegyen, nyerjen! Az autózás múltja érdekes, izgalmas rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Joker magazin. Férfias játékok a játékos férfiaknak. Keresd az újságárusoknál. Joker magazin. Energiaválság, dráguló élelmiszerek, a földerő forrásai rohamosan fogynak. Ezen csak mi változtathatunk. De hogyan? Hónapról hónapra megírjuk. Zen magazin. Keresse az újságárusoknál. Innenonnan.hu közéleti portál, ahol a vélemény szabad. Innenonnan.hu ahol a vélemény szabad. Küldd el a recepted, és keresd te is bruttó 5000 forintot. A legnépszerűbb gasztronómiai magazin, mely olvasói recepteket tartalmaz. Csak 99 forint. Megjelenik minden hónap végén. Reklámot hallottak.